Ez mire számítottál? Nem farszik. Annyira megöltöztek, hogy kívó van nekem, most jöttem haza vezetésből. Hát most helyre jöttél. Nem otthon van. Na jó, figyelj, zuhanyoztam, meg vacsoráztam. Na, meg egy pici mozgás is volt. Mielőtt elindulunk, ugye lőj be mindent, és akkor ugye te online végezted a Creston folyamat. Így van. Jaj, de jó, hát akkor te vagy az én emberem. Mert? Na mit is tanultál ott, ha éjszakai vezetésre mész? Kis alapdolgok, hát hogy mire tudom, kell felkészíteni készíts magadat, az autót, mire kell figyelni. Hát nyilván azért ellenőriznek el, gondolom, a fényeket, ugye a távolsági. Nagyon jó, nagyon jó. Világít rendesen. Ellenőrizheted is most, jó? Most úgy álltunk, hogy nem vakítunk senkit. Ugye helyzetjelzőn vagy, és akkor te rá tompítottad. Ez úgy néz ki, hogy rendben. Megnéztem most otthon, még a magasságon is állítottam, de ki kell szállni, megnézni, mert nem vagyok benne biztos, hogy az egyik vagy a másik kiégett. Ugye nem egyértelmű, főleg ilyen felületen. Jó, megnézd a világító berendezéseket is, ugye ez amúgy is hozzátartozik. Reflektort is nézd meg egy pillanatra, bár nem helyes lapoteten belül. Előre tolod, ugye az jó is, ha tudod. Most vedd vissza gyorsan. Jó, akkor jött, ciao. Igen. Jó, de működött, ugye? Láttad? Kéke jelzi. Igen, most villancs magad felé. Ez azért fontos, ha valaki reflektorral jön most veled szembe, akkor ne én nyúkáljak. Gyorsan villancs, vagy vedd le mora. Jó, rendi? Király. A többi minden ugyanúgy van, ahogy eddig volt. És akkor mit nézel meg? Ugye a lámpák tisztaságát elől hátul, és ami nagyon fontos, az üveget, ugye? Nagy mocskos autó nem fogsz kilátni, megtöri a fény, tükröket is, stb. Azt a tükröt is, ugye, ha becsukod az ajtót, ez most nem teljesen patika, de azért kilátni, és a hátsablakon is kilátni, jó? Láttam már ilyen nagyon csúnya mocskos autót, amit az életben nem takarítottak belül kívül, és hogy tiszta majsz. Na most, amikor szembe világítanak, megtöri a fényt, és nem egy fénypontot látsz, hanem egy ilyen fénycsúvát keresztbe, és egyszerűen téged is elvakít, és nettó tükör, jó? Tehát ez nagyon fontos. Oksa! Gondolom, meg még izét esetleg láthatósági mellény, hogy van-e? Elemlámpa, láthatósági mellény, látod, én készültem. Jó? Fantasztikus. Úgyhogy ezek legyenek nálad, meg ugye persze a pótkerék, szárszámok, ha ilyen van, de a mellény az nagyon fontos, így van, jó? Nagyon jól mondtad egyébként. És akkor szerintem most nagy vonalakban ennyi, ne legyél fáradt, ivóvíz, kaja, ropi, rágó. Értem. Meg hidegebbre állítjuk biztosan a légkondit. Majd lejjebb, figyelj csak, miért kell a rágó egyébként? Hát gondolom, ha rágsz, akkor folyamatosan évrend tartod magad vele. Nem, mert nem figyes. Majd mondom az útvonalat, jó? Nem vagy fáros? Még nem. Vesz a kamerám, hogy vigyázz. De izgi. Jó, erre megyünk. Teljesen visszafordulunk, jó? Igen. Egyébként ez az átmeneti fény a legjobb. Nagyon zavaró ez az átmeneti, hogy nem teljesen sötét, mert a lámpád nem ér annyit, mint amikor korom sötét van. Úgyhogy nem baj, ha belemegyünk a vak sötétbe, de az átmenet ez nagyon jó. Mehetünk? Mehetünk. Arra számított, hogy többen jövünk? Nem tudtam igazából, hogy mi a gondolkodtam, hogy amúgy is fiúval kimenni éjszaka vezetésre, gyerekek. Ajjaj. Kormány vissza. Amúgy ki lett takarítva az autó, mit szólsz? Érezni az illatot is. Vissza a biciklit, és forgass teljesen alá, szedd alá, azaz. Sehol senki. Nem vagy fáradt? Te is azért melóból jössz, nem? Hát azért igen, de nem tudom, még nem érzem magam. Hát én nagyon az vagyok, de nem lesz itt semmi baj. Jó van. Ilyenkor is nyitva van a pékség? Aha, egész sokáig, azt hiszem 10-ig nyitva van. És nagyon biznisz szerintem már ilyenkor, szóval nem tudom, miért van nyitva, de meg tudják. Nekem jó volt, vettem egy kólát, csak biztonság kedvéért. Hát igen, ugye ezzel az a baj, hogy ugye a koffein miatt lehet, hogy csak egy ideig, óráig, ha tudod, aztán rosszabb, visszazuhansz. Hát nem ittam még. Jó, szóval, amúgy ez is le van írva egyébként, tehát amikor még 100 évekre tartottam, ugye akkor elmondtam, hogy ezek a cukros üdítők nem igazán nyerőek, ilyen komá kávése. Most ugye ér valamit, inkább, hát jó, inkább ilyen, azt mondják, órára, igen, inkább azt mondják, hogy persze egyénfüggő, hogy inkább sok folyadék, ugye, és amit mondtunk, rágó, zenét hoz.
hozol magaddal, amit szeretsz. Egyébként, majd gondolj bele, hogy majd egyedül mész éjszakvezetés, az tényleg izgalmas, amikor egyedül mész saját autóval, tudod? És az tényleg jó egyébként, ha van egy jó kis zene, egy cucc, tudod? Aha. Tehát van egy olyan válogatás, ami neked jó, ami ébren tart, tök jó. Tehát ezek most is hoztam a zenét, majd esetleg. Betegy, majd. Na, most azért már visszajön, hogy zavaró a szemben. De igen, ugye? Látszik. Aha. Most még igazából lakóterületen belül még nincs nagyon mit mondanom, ugye egyértelműen ugyanúgy pásztázol, de majd országúton azért más lesz. De nem akarok most nagy kertre menni, vagy városba, inkább menjünk kertek alatt egy-két települést érintünk, jó? És ugye ami zavaró ilyenkor, már gondolom észlelted. Nézd belátni a kanyarokat. Meg a mögötted lévő lámpát, igen, ugye? Igen. Tehát most akár három tükrön keresztül is vakít. Ha jó van beállítva mindenki. Ugye a sebességedet azt úgy válasz meg, hogy ha valami probléma meg tudja állni, ha belátod a távolságon belül. Aha. És ami fontos, hogy éjszaka szerintem oktató, hogy éjszaka egyébként sokkal-sokkal gyorsabbnak tűnik az autó, tudod, ugyanabban a nappali sebességnél. Úgyhogy... Egyébként már most érzelik. Ugye? Aha. Határozottan érezni lehet. Jó, mehet a negyedik. Ilyen ködös oktáló. Igen, milyen durva. Ha. Néztem, benéztem az előbb, hogy ilyen köddel nehezített, vagy ködös párás tudszal nehezített vezetés lesz. Tök jó néz ki. Nem? Komoly. Azt a mindenit. Tiszta San Francisco, éjszaka. Kicsi gáztunk. Na, ez tényleg jó. Ez oh, wow. Az a baj, a kamera nem adja vissza. Ez annyira jó a kamerája, hogy egy kicsit világosít, látod? Tehát sokkal világosabbat látsz, mint ami a valógép. Ja. Nem adja annyira vissza. Jó. Igen. De majd lekapcsolom, csak egy picit hagy forogja, jó? Jó. Na, jó, ennyi volt. Ennyi volt, igen. És akkor menjünk tovább egyenesen, jó? Jó, ha nagyon zavar a mögöttes forgalom, most pont elkanyarodik az autó. Akkor ugye itt van az éjszakai kapcsoló tükrön, ezt tudod, ugye? Igen, ezt már egyszer említetted. Jó, ezt majd olyan. Akkor lőjük be, hogyha mögöttünk jön valaki, csak egyszer majd próbáld már, hogy milyen. Oké. Na most lejjebb vettem a fűtést, így jobb, ugye? Na, egy egész jó. Nem én vagyok rövid kötyában, meg kólóban. Hát én, nekem nagyon melegem van. Hát egyelőre még azért nincs olyan sötét, úgyhogy nem is kell nagyon sietned. Majd úgy csináljuk, hogy szerintem túrán vagy valahol megállunk, és akkor kicsit várunk, hogy az inkább a vaksötétbe jöjjünk haza. És még az ég alja azért sokat segít. Mikor értél haza? Ugye otthonról dolgoztam, tehát ott raktam. Ja, te most meloztál, jó. Szóval otthon voltam. Hát olyan 6 óra körül azért befejezte a munkát. Ugye most van az, hogy elvakít, ugye ha belenézel, és akkor hova kell nézed éjszaka a lakottereten kívül főkép, ugye amikor abszolút elvakít. Meggondolom lefelé a csíkokra, vagy valami ilyesmi. Jobb oldalra semmiképp nem a lámpára, tehát az úttest szélét nézed, de folyamatosan bepásztázol az úttest felé, de semmiképp nem a lámpára. Jó, tehát ugye muter vezetett úgy régen, vagy elengedte még a kormányt, és eljöttek szembe. Ugye, mert állandóan belenézett a szemben lévő torpított fényszórójába. Igen, itt is van egy kis ködös dolog. Ugye ez nem helyes. És én mondom, hogy mindig azt sem, hogy a jobb szélét nézed, amúgy is ott lehetnek kivilágítatlan gyalogosok, és ami nagyon fontos, hogy az autót, hogy hol áll az autó, mindig néz a felezőhöz, tudod? Tehát érez az oldaltávolságot, hogy körülbelül jó helyen vagy sávon belül. Kár, hogy nem jönnek többen egyébként. Sötétebben? Aha. Oké, ez az éjszaka. Ez országútól hasznos, az elején még nem javaslom. Ugye jobb, hogyha telibe látod, de egyébként elvakít. Egy idő után viszont tényleg, ha már profil beszél, akkor használ. Igen. Tehát ugyanúgy látnál minden, csak olyan, mintha ilyen le lenne fóliázva ugye a hátsó ablak. Tompított. És az ilyenkor így folyamatosan kéne én, utatni, vagy csak nem, ez én folyamatosan úgy rakom. Viszont lakott hete belül zavar, főleg ha Pesten vezetek, akkor visszarakom rendesen. Rá, engem zavar,
jobban szeretem, jobban látom a távolságot, milyen sebességgel jön, tudod, hát jobban szeretem, hogyha világít. Csak mondom, elvakít, tehát majd azért meglátod, ha messziről jönnek és ugye reflektorral jönnek veled szem, hátad mögött, aha, akkor elvakít, és akkor nagyon jól bevallő az éjszakai tükörállítása volt. Nagyon jó, le is kapcsolom.